influenza vagy omikron, az oltás fontosságát hangsúlyozzák a házi orvosok. Vörös kód utcai szolgálaton a hajléktalan szálló dolgozói. Szavak nélkül Mihály László műveiből nyílt tárlat a Városi Képtárban. Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves nézőket! Ez az Orosházi Városi Televízió híradója, január 21-e, péntek van. Jöjjenek a legfontosabb hírek! Tűzoltók és rendőrök vonultak ki a Virág utca és a Lóránfi utca kereszteződéséhez Orosházán január 20-án este. Egy autó csapódott fának, majd az ütközés következtében az oldalára borult. A nagy hangzavarra az utca lakó is figyelmesek lettek. Egyik ismerősöm pántyolant hívott fel minket telefonon, hogy történt egy kisebb baleset. Felborult egy gépjármű a házuk előtt kb. Úgy 30-40 méterre, és egyből siettünk segítséget nyújtani mindenféleképpen, ahogy tudunk. A balesetben ketten voltak érintettek, senki sem sérült meg. Rendőröket és a tűzoltókat egy helyi szomszéd értesítette, hogy történt ez a kisebb baleset, és ők is jöttek talán nekik segíteni. Az autóvezetője, mint kiderült, ittas volt. A szentesi férfit a rendőrök orvosi vizsgálatra és mintavételre vitték, akitől elvették a jogosítványát és büntető feljelentést tettek ellene. Az évelei időszakban javában felső légúti problémákkal jelentkeznek a házi orvosoknál a betegek. A koronavírus omikron variánsa enyhébb tüneteket produkálhat, de sokkal fertőzőbb a korábbiaknál. Az oltások felvételét és a higiéniás szabályok betartását továbbra is kiemelten javasolják. Lassan két éve, hogy az influenza szezon mellett a koronavírus is közöttünk van. Egyre többen végeznek el koronavírus teszteket, ha felső légúti problémákat tapasztalnak. A mostani járványidőszakban ez különösen gyakori. Ugye tavaly a delta variáns volt az, ami elég agresszív volt. Most meg van az omikron, amiről azt kell tudni, hogy sokkal könnyebben fertőz, mint a delta variáns, gyorsabban gyógyítható, és nincsenek olyan súlyos tünetek. Dr. Dankó Alpár, az orosházi kistérségi ügyelet vezetője elmondta, a mostani járványidőszakban az átlagnál több megbetegedésre lehet számítani. A tapasztalataik alapján a felső légúti megbetegedések 50%-át már a covidos fertőzés okozza. A fertőző képessége az omikronnak jelen tudásunk szerint sokkal-sokkal magasabb, mint bármelyik eddigi variánsnak, ellenben a súlyos szövődmények kialakítására való képessége azért hál' Istennek, ha nem is drasztikusan, de egyértelműen csökken. A másik pedig az, hogy igazából ugye a védőoltások bármennyire is az első vadtípus ellen vannak kifejlesztve, de azért valamilyen szintű védettséget még az omikron ellen is bizony adnak. Dr. Sós Tibor házi orvos szerint a 60 év felettieknek feltétlenül kelleni fog a negyedik oltás, elsősorban ott is azoknak, akiknek egyéb társbetegségük is van. Véleménye szerint idővel az egészségügyi dolgozók is sorra fognak kerülni. A negyedik oltás felvételétől nem zárkóznak el a betegek. Az eddigi tapasztalatok alapján ugye arról van szó, hogy általában egy ilyen úgynevezett emlékeztető oltás 4-5-6 hónapig jó, úgyhogy például akik augusztusban, nyár végén kapták meg a harmadik oltást, azoknak lassan már aktuális lenne a következő oltás, hogyha ez az omikron, ha még nem is olyan agresszív, de azért csak van, tehát aktuális lenne. Már évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat eszközadománnyal segíti a rendőröket, mentőket és tűzoltókat. Dávid Zoltán polgármester január 19-én az orosházi mentőállomáson és az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársainál is járt, hogy átadja nekik az általuk kért ajándékokat. Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 2021 végén is úgy döntött a város önkormányzata, hogy megajándékozza a kéklámpás szervezetek dolgozóit az általuk kért eszközökkel 200 000 forint értékben. Január 19-én Dávid Zoltán polgármester először az orosházi mentőállomás dolgozóit látogatta meg, akiknek három új ágyjal és egy forgószékkel vált komfortosabbá a munkavégzés. A polgármester emellett megköszönte az állomás dolgozóinak odaadó és áldozatos munkáját, helytállását.
Orosházán már hagyományként mondhatjuk azt, hogy a kéklámpás szervezeteknek minden évben megpróbálunk, hát először is megköszönni a munkájukat, másodszorban kedveskedni egy kis olyan ajándékot, hogy minden szervezetnek 200 000 forint értékben megkérdezzük, hogy mire van szükségük, mi az, amit esetleg kicsit nehezebben vagy nem tudnak ugyan gyorsan beszerezni, és ezeket az eszközöket mi megvásároljuk, és így, amikor megköszönöm egy évben egyszer a munkájukat, akkor ezt átadom a parancsnoknak és az állománynak. Az állomás dolgozói hamar használatba is vették az ajándékokat. A polgármester útja ezt követően az orosházi hivatásos tűzoltó parancsnokság ideiglenes laktanyájához vezetett, ahol a város önkormányzata nevében nekik is megköszönte azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt évben is kimagasló szinten láttak el, biztonságérzetet nyújtva a városban és a környéken élőknek. Elmondta nekik, hogy ellenállás szerint rövid időn belül eredeti, felújított laktanyájukat is birtokba tudják majd venni. A tűzoltók idén két olyan felszerelést kaptak, melyek a műszaki mentéseket könnyítik meg számukra. Először is szeretném megköszönni mind az önkormányzatnak, mind a városnak immár már hagyományá vált évvégi ajándékozást. Jelen esetben egy két műszaki mentő felszerelést kaptunk, amit műszaki mentések felszámolására alkalmazunk, egy egykezes akkumulátoros láncfülész, illetve egy akkumulátoros sarokcsiszolót. Vörös kódot rendelt el még múlt héten Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, kötelezővé tette valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Január 17-én este mi is elkísértük utcai szociális szolgálatukra az orosházi hajléktalan szálló munkatársait. Január 13-án 20 órakor lépett életbe a vörös kód, és hétfőn 20 óráig tartott, több napon keresztül éjszakánként mínusz 10 fok alá esett a hőmérséklet. Ilyenkor minden olyan kliens, aki az orosházi hajléktalan szállóval kapcsolatban van, illetve szeretne bejönni melegedni, fogadni kell. Van éjjeli és nappali melegedő, illetve amíg a kód érvényben volt, az egységes szociális központ gépjárművével egy utcai szociális szolgálatot tartottak. Mivel most ez 6 napig tartott, így ez alatt 6 kolléga végezte el felváltva a szolgálatot. Oravec Sándor, a szálló szakmai koordinátora elmondta, miből is áll ez a szolgálat. Ilyenkor körbejárjuk a városnak azokat a lehetséges területeit, ahol felfedezhetőnek tartunk, illetve vélünk esetleg olyan embereket, akik az utcán tartózkodnak. Ilyen a vasúti állomás, a buszpályaudvar, bizonyos vendéglátóegységek, illetve olyan bunkerek, amik találhatók a város területén. Hozzátette, hétfőig 3 klienssel találkoztak, közülük 2 elfogadták a szálló valamelyik ellátási formáját, egyikük a nappali melegedőt, másikuk az éjjeli menedékhelyet. Két olyan kliensük is volt a vörös kód ideje alatt, aki a hideg miatt kért felvételt az intézménybe. A hétfő esti szolgálat alatt végül még egy klienssel találkoztak a buszpályaudvaron, aki az intézménybe ugyan nem tartott velük, de a felajánlott ételt elfogadta. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a 86 éves Verasztó Antal magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett író, helytörténész és felesége Balog Őrse író, képzőművész mesél a múlt évszázad szép emlékeiről. Két ember, akiket hosszú évek óta összeköt a szeretet és a művészet. Ők Verasztó Antal és Balog Őrse, az orosházi író, helytörténész és képzőművész felesége, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a múlt századra, a régi szép időkre emlékezik. Sokkal több volt az érdeklődés nyilván. A technika fejlődésével ezek a dolgok részben visszaszorultak, csak ez két oldalú dolog. Maguk a szerzők, az alkotó művészek is olyan helyzetbe kerültek, hogy például orosházán nincs megjelenési lehetőségük. Régebben viszont volt. A technikai fejlődés, az internet elterjedése mellett a vírus helyzet sem segíti a kultúra terjedését, a művészek helyzetét. Verasztó Antal úgy véli, a járvány hosszú távú félelmet kelt az emberekben. Manapság már mindenki meggondolja, milyen rendezvényre menjen el. Elmaradnak a fórumok, a művészek számára lecsökkennek az ismerkedési lehetőségek. Ez sokat árt a kultúrának, pedig Orosháza a művészet szempontjából jó adottságokkal rendelkezik. Szerintem, ha országos viszonylatban nézzük, Orosházán nagyon sok a művész. Tapasztalom én is, hiszen az ország különböző pontján voltak kiállításaim, rendezvények, minden, tehát van miről beszélni. És hát igen, amit az ember hiányol, hát itt nincs az az élet, ami volt. Hát emlékszem, amikor akár ilyen vers felolvasás volt a képtárba, a kultúrházba, a könyvtárba, minden kiállítások, mindig teltházasak voltak.
Balog őrsében még ma is minden nap megszólal a belső hang, amely azt mondja neki, csináld. Folyamatosan vezeti 10 éves korában indított naplóját, és mellette a COVID-19 vírus fejleményeit is napról napra dokumentálja. Közel 300 oldalnál jár már, rendíthetetlenül dolgozik ő is, akár csak férje, aki számára az írás még ma is ünnepnapot jelent. Országosan is egyedülálló együttműködést épített ki az elmúlt években a Szegedi Tudományegyetem középiskolai partnereivel, melyek közül kiemelkedik a Táncsics Mihály gimnáziummal létrejött rezidens iskolai megállapodás. Január 18-án az STR rektori hivatalában egy szakmai rendezvényt tartottak ennek alkalmából. Évek óta fontos partnere a Szegedi Tudományegyetem junior akadémiájának a Táncsics Mihály gimnázium, a két intézmény között pedig olyan rezidens iskolai megállapodás jött létre, mely megalapozta a Békés megyei tudásrendszer kiépítését, fejlődését. Nagyon fontos számunkra Orosházán is, hogy a fiatal tehetségeket gyakorlatilag az egész életútjukon keresztül támogassuk valamilyen formában, és ugye ez a végpontja, ha lehet ezt így fogalmazni, a képzésnek, ugye a Tudományegyetemnek a lehetőségei. Január 18-án az STR rektori hivatalában egy olyan szakmai rendezvényt tartottak, melyen dr. Blahó János, a Táncsics Mihály gimnázium igazgatója, Kulcsár László, az intézmény igazgatóhelyettese, valamint Bojtor István alpolgármester, az oktatási kerekasztal elnöke is részt vett. A mai program legfőbb célja az, hogy a Békés megyei vezető középiskolákkal, gimnáziumokkal szorosabbra fűzzük az eddig is nagyon jó és nagyon szépen kialakuló szakmai kapcsolatot. Ezt szeretnénk egy kerekasztal beszélgetés formájában átbeszélgetni az intézmény vezetőkkel és a tankerületi igazgatókkal. A rendezvény a köszöntésekkel és a bemutatkozásokkal vette kezdetét. Az orosházi részvevőkön kívül a Békéscsabai és Gyulai tankerületi központok, gimnáziumok igazgatói és intézményvezetői is meghívást kaptak. Dr. Gellén Klára, oktatási rektor helyettes elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy az STR régiós szerepvállalásának jegyében a Békés megyei iskolákkal is szoros kapcsolatot tartsanak. Fontosnak tartjuk, hogy időről időre közösen gondolkodjunk, közösen alakítsunk ki projekteket, célkitűzéseket fogalmazunk meg annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjuk a középiskolásokat támogatni, akármi az egyetem részéről, de minél hatékonyabb legyen a beiskolázás, és minél célra vezetőben tudjuk a felsőoktatásba belépő tanulókat támogatni. Dr. Badó Attila elnök és dr. Újvári Edit igazgató mutatta be a Junior Akadémia programját, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást központi szinten hatékonyan végezni. Ez dr. Blahó János előadása követte, aki a Békés megyei rezidens központ bemutatkozásáról, koordináló feladatáról osztott meg érdekességeket a vendégekkel. Az a feladatunk nekünk, hogy tulajdonképpen Békés megyében olyan tudásrendszert és tehetséggondozó programot hozzunk létre, amelynek egy nagyon fontos építkezése most indult el. Bekapcsolva ugye az Andrásit, a Békés Csabait, illetve a Gyulai Erkelt. Ugye Orosházi Táncsics már évek óta a Junior Akadémia program tagja, és eredményei alapján pedig egy ilyen tudásmegosztó és szervező feladatokat is lát el. Az eseményt végül egy kerekasztal beszélgetés zárta, melyben az együttműködési fejlesztésekre, szakmai kapcsolatokra tértek ki. Arcok a világ pontjairól, különböző történetekkel és érzésekkel. Mihály László portréit a Városi Képtárban állították ki, a tárlatot Kohut Béla nyitotta meg, a kiállítás március végéig tekinthető meg. Arcok a világ pontjairól, különböző történetekkel és érzésekkel. Mihály László festményeiből kiállítás nyílt január 18-án a Városi Képtárban, a Magyar Kultúra Napjai rendezvényhez kapcsolódóan. A Szavak nélkül című tárlatot Kohut Béla, a festőművész jó barátja nyitotta meg pár személyes gondolattal. A kiállítás címét azért választottad, mert visszafogott, szerény ember vagy, de én, mint a barátod, tudom rólad, hogy a visszafogottságot csak addig tart, míg a művészet azon belül a festészet szóba nem kerül. Ilyenkor csodálatra méltó módon szinte művészet történeti előadást is képes vagy tartani. A festészet a grafika technikáját autodidakta módon sajátítottad el. Elfogottság nélkül mondhatom, magas szinten vagy képes alkalmazni. Hobbiból kezdett el festeni, egymaga jött rá a művészet technikájára. Mihály László szinte fénykép minőségben festi meg a portréit. Az ábrázolt személyek lelkébe és történetébe is bepillantást nyerhetünk, olyan életszerűen tekintenek vissza a vászonról. Világhálón szoktam meglátogatni különböző földrajzi tájegységeket, és ezeket az arcokat, akiket, embereket ott látok, ezeket lefestem. És ez főleg azért van,
mert napjainkban már annyira elhatalmasodott a gyűlölet, előítéleteink vannak az idegen kultúrák miatt, hogy úgy gondoltam, hogy ezt a sorozatot megfestem. A képeket a szokásostól eltérően magyarázat és cím nélkül állították ki, a személyes első benyomásra hagyatkozva. A tárlatot az Orosházi Városi Képtárban 2022. március 24-ig lehet megtekinteni. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Influenza vagy omikron, az oltás fontosságát hangsúlyozzák a házi orvosok. Vörös kód, utcai szolgálaton a hajléktalan szálló dolgozói. Szavak nélkül, Mihály László műveiből nyílt tárlat a Városi Képtárban. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója január 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk. Addig is olvassák az Oros Cafét és kövessenek minket a Facebookon. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Oros Café YouTube csatornáján. Munkatársaink nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, kellemes estét, szép hétvégét kívánunk, viszontlátásra! A műsorvezetőt támogatta Debreceni Anett, fodrász.